Sziasztok, Anzsi vagyok, visszatértem egy karácsony után, és az első recept, amit szeretnék nektek megmutatni, hogy mit készíthetünk szilveszterre, az a francia saláta. Természetesen dolgozhatunk boltban vett francia saláta alappal, de én ezt most magamnak készítettem el. Tartsatok velem, már is mutatom, hogy mi is szükséges az én francia salátámhoz. Amire szükségünk lesz a francia salátához, az 5 szál répa megfőzve, 2 szál petrezselyem megfőzve, 2 darab alma szépen felkockázva, 6 darab ecetes uborka, 30 dek a zöld borsó, és én 3 szem krumplit már megfőztem. Az öntethez kelleni fog 300 g tejföl, 150 g majonéz, 2 kis kanál kristálycukor, 1 kis kanál mustár, 1 kis kanál citromlé, és én most 1 kis kanál só és 1 kis kanál borsot tettem ide, és ide készítettem még egy kis sót, mert ugye a répa édes, a krumpli sok sót felvesz, és majd meglátjuk kóstolásnál, hogy milyen íze lesz. Azzal kezdjük, hogy az öntetthez valókat mindet összekeverjük. Ha ez megvan, akkor kóstoljuk meg. Én még egy fél kis kanálnyi sót teszek hozzá. Elkeverem, és aztán jöhetnek a zöldségek. Mivel ugye minden zöldség főtt, ezért olyan fakanalat vagy spatulát válasszunk, ami nem töri őket össze. Hogyha az egészet bevont ez a tejfölös öntet, akkor készen van a francia salátánk. Itt van az elkészült francia saláta. Ennek nagyon fontos, hogy egy éjszakát álljon a hűtőben, de legalább egy olyan 5-6 órát, hogy az ízek jól összeérjenek. Ez még nem állt a hűtőben, de ez már így is nagyon finom. Feltétlenül próbáljátok ki, ha szeretitek a francia salátát. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, sziasztok!